Valami nincs rendben ezzel a házzal. Olyan ez, mint egy fekete örvény. Hogyha elkap, akkor nem enged el. Nincs kedvem ilyen fasságokról beszélgetni. Ugye nem vagy, Buzi? Te elmebeteg vagy. Látszik a viselkedéseden, érzem. Ugyan már, ne hülyeskedj, mesélj. És biztos szeretsz nőket is összekaszabolni. Most hagyott el a barátnőm is. A csajom Piroska, érted? Az előbb itt volt egy csaj, Irén, és az olyan... Irén, olyan... az előbb még valami Nóráról hadogáltál. A barátnőm... Egyik napról a másikra eltűnt a koponya a szekrényből. A temetés után jöttünk haza anyámmal a buszon. Kérdeztem tőle, hogy hova tette. Egy koponyát. Egy koponyát, egy katonáit. Egy katonáit. Pedig szükségem lenne rá. Én is betenném a szekrénybe, mint apám. Álomlány, kézbesítő szolgálat? Mennyibe kerül egy lány? Hallgatlak. Olyan vagy, mint az apád. Neki is mindig büdös volt a munka. Lefested a csajom pináját, én pedig elengedem az adósságodat. Rendben van én. Megőrültél? Paradicsomban nem volt gravitáció, András. Minden tönkret ez a gravitáció. Nálad lenni újra jó lenne, két karozba bújva jó lenne. Képzeld el, mindig eszembe jut Kovács Kata szám. Ja. Ahogy is van, várjál. Megvan. Kint az én zöld a fű, oly nagyszerű. Ne. Légy. Ne. Énekeld el? Jó, figyelj, én nem tudom. Ennyi elég volt. Ide jössz, bazd meg, itt játszod az agyadat, itt nem... Én miért jöttem ide? Ne, főnök! Azt hiszem, csak te szemre! Te jó táskás a szemed. Nem tudsz aludni.